Bekecs az elmúlt években folyamatosan fejlődött. Felújították a középületeket, rendbetették a főutcán a jártát, emlékművet készítettek. A Tokaj-hegyaljai települések fejlesztésére folyósított rendkívüli támogatásból kívül belül felújították a községi konyhát, lecserélték a polgármesteri hivatal tetőjét és közösségi teret alakítottak ki a településen. A kivitelezést az önkormányzat dolgozóival együttműködve helyi vállalkozó végzi, ezzel is munkahelyet teremtve a lakosságnak. A tervező szándéka szerint a hegyaljai szőlőművelésre utalnak a helyi kőből kialakított teraszok, amelyek a régi gádorokra, avagy kőgátakra emlékeztetnek, amik a szőlőhegyen a termőtalaj és az esővíz felfogására kerültek kialakításra. A teraszközök földdel kerülnek feltöltésre, ahová őshonos fák, cserjék, virágok kerülnek majd kiültetésre. A dísztér teljes térkőburkolatot kap, valamint 13 új parkolóhely kerül kialakításra a lakosság kényelme érdekében. A tokajhegyai települések különböző mértékű pályázati támogatásban részesültek egy bő évvel ezelőtt. Önkormányzatunk, hát ugye a forrás mindig kevés és a feladat mindig sok, sokat gondolkozott azon, hogy mire fordítsuk, hisz ebből a szempontból volt egy kis mozgásterünk, és ebből a forrásból egy részét a konyhánkra használtunk fel, a központi konyhára, amit kívülbelül felújítottunk, és új gépekkel, belső berendezésekkel láttuk el. Lecseréltük az önkormányzatunk palatetejét, a kor követelőnek megfelelően megerősítettük, és a harmadik részét, tehát a pénznek pedig arra szántuk, hogy egy központi teret, egy parkolóval, közösségi térrel megerősített helyszínt hozzunk léte az önkormányzatunk előtt. A terveket Terhes Dénes, aki egy nagyon jó és elismert tájépítész készítette, falunkbeli, de elszármazott már, és ennek alapján gyakorlatilag helyi terméskőből kialakított kőgádorokkal, gátakkal, szegélyezett parkolási rendszer és egy diszkburkolatos tér készül. Reméljük, hogy minden hamarabb már az utolsó szakaszba tudunk lépni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy be fogjuk ültetni a dísznövényekkel, a fákkal, a cserjékkel és majd a szőlőoltványokkal. Utána pedig elkészül a fedőfala a gádoroknak, a köveknek, jönnek az utcabútorok, a kandelláberek, és utána pedig átadhatjuk a közönségnek. Egy közösségnek fontos része a nevelési intézmények, ahol a gyerekek mindennapi oktatásáról, ellátásáról gondoskodnak a pedagógusok. Az óvoda és az iskola családias légkörének és kimagasló oktatásának köszönhetően messze viszi az országban a település jó hírét, azonban a községben élőknek és a vezetésnek is nagy álma volt az, hogy bölcsödével is büszkélkedhessen Bekecs. A település fejlesztési operatív program a foglalkoztatás és az életminőség javítása, családbarát munkába állás segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívására pályázatot nyújtott be, amely a gondos előkészítést követően sikeres lett. A projekt keretében egy a mai kornak megfelelő intézményt építenek, kettő csoportszobával, kiszolgáló helységekkel, napelemmel. Rettenetesen megörültünk a pályázati támogatási értesítőnek, mely szerint közel 90 millió forint értékbe a területfejlesztési és operatív program keretében gyakorlatilag a támogatásra méltónak ítélték pályázatunkat. Bekecsen most az óvodába, integrálba van bölcsődei rész, mondhatni, de hát ugye a törvény is arra kötelez minket, illetve a fokozódó érdeklődés is abba az irányba tereli a tevékenységünket, hogy egy különálló bölcsődei épülettel tegyük lehetővé azt, hogy a csemeték a lehető legjobb körülmények között a legjobb kezekben kezdhessék meg az életszakaszukat, és az édesanyák, hogyha a helyzetük megengedi, akkor mindenmár vissza tudjanak térni a munkavilágában. Fontos szempontnak tartottuk, hogy sok család esetében hála Istennek kettő vagy több gyerek is született már, és egyszerre vennék igénybe a bölcsődei és az óvodai szolgáltatást. Ha a falu külön másik pontján építenénk fel a bölcsődét, ez bizony kicsit nehézkes lenne, viszont így az óvoda telkére ráépítve, és hála Istennek egy nagy telekről tudunk beszélni. Én úgy gondolom, hogy egyszer párhuzamos igénybe vettük mind a bölcsőde, mind pedig az óvoda, és így a szülők időt is spórolnak, és ráadásul a testek is tudnak esetleg találkozni napközben. Az új bölcsőde megépítéséhez még hosszú út áll az önkormányzat és a polgármester előtt. A tervek szerint egy esztendőn belül kicsik és nagyok birtokukba vehetik az új intézményt, amely mindenkinek hasznos lesz.